Történt. Csak azt... Na, most már jó. Na, akkor hamarosan kezdődik a Never Don't Give Up és a Prog Life közti összecsapás. Az előző meccs el lett halasztva, ugye? Átettével 21 órára. Remélhetőleg lesz, hogy aki kiáll. Igen. Láttam fent az egyik csapatot. A leszfeleseket nem láttam fent streamen egyiket se. Négyük közül senkit nem látok fent konkrétan. Hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy újra kell indítani a streamedet, mert néha a mai nap folyamán többször is előfordult, hogy nem láttam online embereket. Jó, de viszont most belehallgattam a streambe, és most már jó a mikrofonom. Rendes minősége van, nem pedig ilyen üvé. Nem úgy, mint tegnap, az biztos. De hangosabb nem voltál, tudom, mint én, nem? Meg borzasztó szar. Nem, mostanról beszélek, nem tegnapról. De nem voltam most hangosan. Hát meg amúgy is engem jobb hallgatni, ez meg a másik dolog. Hát, igen, persze. Nem tudom, hogy nekem is volt problémám a Steam-ben, hogy 4-5-ször próbáltam belépni, nem engedett offline módban, mit tudom én mi volt. Mindegy, majd 2-3 perc van, hogy próbáljunk bemenni a szerverre. Persze, 8 órakor megpróbálok bemenni, hogy mi a helyzet. Ugye, amit a Never Don't Give Up-nak, Never Don't Give Up-nak kéne. Borzasztó, szóval osztolnia. ez borzasztó. Ezért lehetetlen kérni, hogy nevezzék már, engedélyezzük a csapatnévváltást. Náluk különösen, szóval esetleg valami, mit tudom én, Gazint Barcelonára akarnak, vagy valami ilyesmi, inkább, mert borzasztó. Úgy poénos meg mindennek kimondani nem lehet. Egyszerűen kéne gyakorolni. Hát mert ugye reflexből azt akarod mondani, hogy never give up, ugye? De ott van egy don't is, és a give meg a never helyett, F van. Borzasztó, szóval lehet, hogy meg fogom őket keresni, hogy valami legyen valami csapatváltás. Engedélyezünk nekik. Elkezdett volna a csapattárs, az mondjuk, hogy 9-kor ott leszik. Átbírta, hogy 8 perc késésre, de megérkezett volna a csapattárs. So, de 9 óra, akkor ott lesznek. Jó, hát ennyi. Hát a 9 most már átötték 9-re, akkor most már legyen 9, és akkor az úgy pont be is fél a műsorban, nem? De 8.30, igen, 9 nincs, ők vannak. Pontosan. 2000 óra fog kellenünk bemásznunk majd. Igen, mert előkészítem. El van indítva a játékod? Nem nézted meg, hogy be tudsz menni? Folyamatosan nézem, hogy be tudok menni, de nem, jár, mint nem hoztolja senki. Nézem, ki játszik a ne feleségbe. Megnézem gyorsba. Azt mondja, hogy a Józsika Plexon, Hefex és Imaten. Ilyen is vannak, mondjuk a másik két sráchoz még, azok most léptek be, nemrég őket majd hozzá kell adni itt a csoporthoz, meg mindenhez. Kiket? Az új... Aha, a Hefexet meg a Limatant, mert nekem ugye ők most léptek be, nemrég őket mondva, hogy... De várjál, a Szotyolát meg a Geekonba lépett ugye be. Őt nem hozzáadtad a csoporthoz? Nem, még nem adtam őt sem, majd hozzá kell dobálni őket. Igen, az új tagokat ugye hozzá kell adogatni. Na jó, én is elindítom a játékot, és akkor majd reménykedünk, hogy valami szerverszerűség is lesz. Valamikor létre jön. Hát nincsenek, mikor... Igen? Nem, írtak cseten, és neki válaszolnék, hogy tudtam, én nekem nincsen egyik se felvéve a Never Don't Give NDG-úsok közül. A Never Don't Give-osok közül. Nem tudom, Szola? Nekem fel vannak ugye ketten is. Másik kettő? De a másik kettő, a Plepton meg a... Igen, ők fel vannak, de egyiket sem látom.
A játék se online, semmi. Még lehet, hogy a másik két srác jön ma, azért ők nincsenek. Lehet, hogy de ők nincsenek, mert nem látom. Hogy attól függetlenül a szerver elkészülhet. Persze, azt a... Érdekes. hát azt a... nem, mert azt a Never Don't Give Up-nak kell Igen. hostolnia. Igen, hát jó, de attól még ők hostolhatják. Persze. Ez pillanat nincsen. Figyelj, Prezi, csináljunk egy válságtervet. Átugrunk az nyolc Amenó óra van. Gaming-es meccsre, Pontosan hogyha nem... átugrunk az Amenó Gaming-es meccsre, Igen. hogyha úgy alakul a dolog. A Szóval téren várunk sem még Amenó 10 Gaming ellen percet. át fogunk ugye ugrani. Hogyha esetleg ráírok a meccsre, hogy lehet, hogy átmegyünk hozzá. Abban nem kell ráírnom Nem kell meccsre. ráírni. Azt írják itt Konkrétan átmegyünk. streamen, chaten, hogy ez egyik srác fent van a Never Don't Give Up-osok közül. Akkor figyelj, még időbb vagyunk igazából, úgyhogy még lehet, hogy Persze, be tudunk persze. jutni. Meg 8 óra után még egy 10 percet ugye várunk, vagy 5-öt, hogy mi van. Hát nem, mi nem, ne várjunk, átmegyünk a másik meccsre, és akkor Persze közvetítjük az. nem olyan szempontból, hanem hogyha nem érkezne meg a csapat, ugye? Sziasztok Akkor... mindenkinek, aki néz minket, vagy hallgat, persze, mert nézni való nem sok van. Hát nézni való nem sok, egy álló kép rajta két névvel, meg néhány betűvel még mellette. Ez ilyenkor nem lehet bevágni ilyen névén, nekiállunk így táncolni, vagy valami. Nem, Ez nem nagyon hiszem. lenne. Oké, rendben, Dubi. Dabi, Dubi. Dabi, Dubi. Shubi, Dubi. Mindig nincs szárvá. Nincsen pontosan, Dubi írtam most az előbb, mondom, Steamen, vagy streamen, chaten, hogy felvette Igen, az igen, egyik én is mondom, srácot. hogy ne is csinálja meg a szervert, mert akkor keveredés lesz a gépezetbe. Mi a helyzet? Hol van az ellenfél? A ti ellenfeletek? Nem tudjuk. Igen. Hát fogalmunk Nem nincs. tudjuk, És ki ez mert... a TSM? Belehalok. Ő az ellenfeletek. Ő az ellenfeletek. És miért van benne a játékban tök egyedül és vár ránk 4 percig? Igazából most ezeket a kérdéseket lehet, hogy nem nekünk kéne Igen, feltenned. szóval... Oké. Okay. Írd meg neki, hogy jöjjön fel TS-re és beszéljetek meg. Jól van. Hogy mi van. Lehet, hogy át... Ja, jó, persze. Hát... Ennyi. Még jó, hogy megvan nyitva, hogy a TS-re, hogy... nekem le van véve a TS-nek a hangja, hogy ne hallatszódjon be a... Ez most senki nem akar játszani, vagy mi van? Minden elmarad? Hát olyan lesz, mint az első nap. Nem baj, kiosztjuk a 6-0-ákon simán, úgyhogy nem probléma. Nekünk nem múlik rajta semmi. Nem akarod kidobjuk a 6-0-ákat, úgyhogy ennyi. Hát nem, mert hogyha ott a menték ellen a behalók bevállalja izét. Nem adanék senki, senki más nincs. Azt írja a W, hogy ráért Hefex-re, de gondolom látod a chatet, nem? Látom, persze. Na, akkor nem fog itt olvasgatni neked. Figyelj, a fogosok itt vannak, úgyhogy igazából, ha valaki veszít, akkor ne feleség veszítenek, úgyhogy ennyi. Igen. Szerintem várjatok még egy pár percet, próbáljatok ti is, Dubinak mondom, belépkedni. Hogyha nem készül el 20-ra 10 percig, és senki nem jelenik meg, akkor jó, várjuk nektek a 6-0-át. Aztán ennyi. Más nem tudunk csinálni, hát ez van. Mi meg addig szerintem átmegyünk a másik meccsre. Mert mit szólsz persze, hozzá? persze, csak ki kéne deríteni, hogy akkor ott mi van jelenleg. A két szerver azt írta nekem, mert úgyhogy át is megyünk a hármas. A hármas meccsre becsatlakozunk, és akkor ha már összejöttünk, várj, akkor... Várj, valami történt cseten. Ja, azt írták, hogy oké, rendben. Okok. Ja, jó, hát az Amenó Gaming meccsére be tudunk menni, úgyhogy úgy néz ki, hogy azt fogjuk akkor meg nyomon követni. Az Amenó AG, igen. Ők a... TSM a hazai csapat játékosai. Látom, hogy itt is még problémás a dolog. Behalok, egyedül van. Gondolom várják, hogy leteljen az idő. És csak azt látod? Igen. Hát többiek is bent vannak, hogyha nyomsz egy tabot, akkor meg tudod nézni, hogy bent vannak a többiek is. Csak éppen arra várnak, hogy leteljen az idő. Megadom, véletlenül belépett, behalok, vagy valami történt, aztán... Jó, hát akkor... Srácok, az történik, hogy átmegyünk mi a Tomb Raider Midfield Amenó Gaming mérkőzésre, ami szerintem nem lesz jobb vagy rosszabb, reméljük jó lesz. RP úgy van pontosan, ahogy te mondtad, 10 perc, ez nincsen benne a szabályozatban, de mi így ítéltük meg, hogy 5-10 perc várakozás igen, után. Igen, ezt bele is fogom írni a szabályozatba, fel is írom ide magamnak, hogy nehogy elfelejtsem.
Mármint, hogyha lenne itt egy darab papírom. Ilyen 10 perc várakozási idő után vége a dolognak, fel is írtam, bele fogom írni a szabályzatba. Ez én azt mondom, hogy szerintem kapcsoljuk is be akkor a meccset. Ja tényleg képernyőt kéne váltanom. Igen, mert ott van Behalok és Rede is bent van, Gritz és Metz is bent van, úgyhogy ők elméletileg egy perc múlva már kezdődik is a másik mérkőzés. Papír 21. század jegyzettem. igen. Ne is mondd, nehéz, tudod milyen nehéz a lakásban egy darab papír, talán borzasztó. Hát nekem ott van az ágyamon a füzetem, ugye a 200 oldalas füzet, úgyhogy papírt azt találok, csak tollat nem hozzá. Jó, akkor majd utána kiderül, hogy mi van. Dubi, annyit kérek tőled, ha még itt vagy, hogy 20-10-kor az éjjel lesz, hogy megjöttek, vagy nem, addig próbálgassátok rá joinolni a szerverre, ha nem, akkor annyi, akkor 6 óra nyertetek, más nem tudunk csinálni. Pontosan. Tehát vagyunk az, hogy mert azért meg lehet beszélni, mert folyamatosan mennek az időpontváltozások, meg a váltakozások. Érezzük azt, hogy a játékosok inkább játszani szeretnek, mint hogy ilyen 6-0-ák legyenek, de hát néha ez is összejön. Már furcsa, hogy pont szóval, én pont a hétköznapoktól féltem, és eddig az összes hétköznapi meccs egy kivételével lement a 3 nap alatt. Az első hétvégén tessék. Na jó van akkor. Na kell rediznünk, Redi. Na, megérkeztem, visszaértem, igen. Jó, hát igen, akkor igen. Ha még Grit leredizni, és akkor kezdődik is a Tomlinról és az Amenio Gaming mérkőzése. Pontosan. Egy loadingot. Csak itt közben helyet csánk az asztalon, mert eddig is problémáink voltak a pontok, mármint a gólok megjegyzéséből. Akkor be... Shreddy? Szögéből fogjuk közvetíteni a eseményeket. Váltogat szerintem a kamerát, hogy a többi játékosok is, mit tudom én, van azt mondja 10 perc, 2 percenként látsz egy ember, szerintem az a legjobb. Mindenki nézetében meg lehet nézni. Amenio Gaming ugye megszerzi az első pontját ezek szerint, Matt volt az első gólszerző. Ez egy elég gyors és váratlan gól volt, szerintem nem készültek fel a fombírósok erre. Nem. El is nyomták a ribban, szerintem ők is meglepődtek ezen. Halok indul a labdára Gritzel. Igen, Gritz elérte a boostot hamarabb, mint Behalok, így ezáltal lehet egy kisebb előnyre tetszett, de nem, mivel Behalok inkább rögtön visszafordul a labdára, amíg Gritz az egy ívet tett meg. Behalok vissza üti a labdát, jó sorokban indul. Új, mert nagyon csúnyán és nagyon szépen Behalok befejezte. Egyenlített a szombréró. Egyenlítettek a szombrérósok. Nézd meg, mert ott nagyon benézte. Nagyon mellé ugrott, igen. Ja, szólás volt, nem? Egy-egy az állás. Gritz érte el a labdát. Most megint megpróbálja elpattintani a kapu felé, de Behalok odaért és ezáltal blokkolni tudta ezt az indítást. Váltsunk Mettre, mert ő van közelebb a labdához. Felteszi jobb felső sorokba. És Gritz egy nagyon szép alsó érintéssel ütötted tovább, amit Behalok blokkolt. Pattanó még jó lehet. Behalok tovább tette a másik falra, és átjátszott a Matt feje fölött, amit Gritz visszaütött Mattnek. És... nem, aki felé pattanót elhibázta Behalok, de a következőt, ez felső kapufa volt Red részéről. Behalok nagyon szépen csinálja ezeket az area hiteket szerintem előre, és most is bele tudott érni, igaz nem úgy, ahogy tervezte. Hoho, micsoda szép meggondolásod, azt láttad? Pont hát nem, mert távol voltam. És ott a következő... Menni. Nem, menj be. Nem. Menni, mert visszaértek mind a ketten. Szerintem mennyi volt az ismerkedő fáros a két csapatnál, és most itt szépen lecsorta a labdát be alokról. Látszik, hogy az 1-1-es első félidő eredménye senkinek nem felel meg, a tisztán látszik. Egy nagyon szép egyenlítő gól, mármint 2-1-re fordítja az állást a Team Sombrero mit, Behalok jó voltából, ami igazából egy bepattanó labda volt.
Kinyílt a védelem. Ezt nevezik a fociban, hogy kinyílt a védelem. Igen. Freddy indul a labdára Mettel együtt, ugye? Új, nagyon, egy nagyon-nagyon nyílt, lefordulom. De jött Freddy és megmentette a... Hát nagyon lefordult. Igen, visszaérkező. Hát, írják, hogy jó volt a stream minőség. Hát próbálkozunk. Próbálkozunk erősen. Ugye nekünk is ez még tesztfázis, még egy darabig. Hát ez igazából lesz, hogy jó volt a streaming minőség, és nincsenek orbitális lagok, ez akkor fog kiderülni, amikor a Mighty Muffins fog egymás, Mighty Muffins fogja Igen, igen, Prezinek van egy ilyen Mighty Muffin vírus, ez feltölt, vagy beindul, és akkor megindul a lag. Igen. Itt véd. A Menno Gamingnek már szüksége lenne pedig egy győzelemre, mert ugye eddig ez a harmadik mérkőzésük, és kettőt együtt ugye 6-0-ra nem jelentek meg. Elnézték a meccset, elveszítettek, a másikon kikaptak ugye 10-2-re, és most itt a harmadik mérkőzés, ahol jelenleg 3-1-re vették is rá. 3, igen, pontosan. Egy nagyon szép emelést láthattunk a játékosok részéről, mert Shreddy részéről, és behalok nagyon szépen egy égjelittel befejezte. Egy-egyre módosítja az eredményt. Ugye ami az Amano Gamingnél a három vereség felé áll, most az dolog ugyanúgy a Sombrero ez viszont három győzelem felé áll. Pontosan és ezzel átveszik, hogyha ezt megnyerik, és a mai nap folyamán az összes csapat, amely két winnel rendelkezik, elveszti a meccseket, akkor átveszik ugye a... ők lesznek az elsők, a vitathatatlan elsők, ugye mert jelenleg a Mighty Muffins alá holt versenyben lőtt gólok szempontjából is, illetve kapott gólok szempontjából is a ranglista élén. Várjuk még ezzel, mert ugye ezzel a mérkőzésre tudjuk, hogy még mi lesz a végeredménye. Pontosan, pontosan még nem tudjuk, de azért... De szép volt behaloktól. 8. perc, és még mindig nincs szerver. Ugye a weboldalon jelenleg nem működik még a tabella, mert ugye csináljuk ezt a feltöltési rendet, ne kelljen Prinskinek kell fórumba töltögetni. De ugye mi vezetjük a mérkőzéseket, úgyhogy tudjuk az állást jelenleg, hogy kik az első, ki mennyi pont rúgott, gól kapott, gól, mindent vezetünk, ugye az utólag majd fel lesz töltve a táblázatba. Szépen ki van gyűjtve nekem ugye egy külön táblázatba a gépen, hogy ki mennyit, mikor, hogyan. Hát pontosan nem így, de elég sok minden. És hogyha meglátjuk, akkor a gólok szempontjából behalok hármat lőtt be ugye. Ezáltal ő a, úgymond az MVP a csapatukban, illetve az egész játékban, illetve ezt a hármat négyre javítanám. Hát ránéztem az órára 20-10-en, úgyhogy Dubinak üzenem, hogy ha még most még próbál egyszer belépni, nincs, akkor ennyi volt, akkor a fórumban egy nem jelent meg, és valamit írjatok be, légy szíves, hogy nem jelent meg az ellenfél, 10 percet várjatok, hogy legyen dokumentálva, meg legyen a nyoma. Nagyon szép érjelhitet láthatunk Bahaloktól. Egyben másodperc az első félidőből. Pontosan. Egy támadást indít a Amano Gaming csapata. Hú, de nagyon szép volt ez a baldás. De behalok ezt is blokkolta. Igen, igen. Mellé megy? Igen, mellé ment. Behalok próbált felérni hozzá, de nem sikerült. Nem volt megfelelő a szög, ugye ezáltal inkább visszafordult lefelé. Még egy nagyon szép blokkolás láthatunk Behaloktól, folyamatos náluk a védekezés, nagyon ritka az olyan eset, amikor üresen marad a kapu. És megint ki tudják hozni, visszapattan és ennyi. Vége lett az első félidőnek, amit egy 5-1-el zárhattunk a Team Sombrero csapatának. Hallottam, hogy azért rányomtad te is a Prince-t. Ilyen, hogy biztos, ami biztos tegnap is ugye kipótoltam az egyik játékos. Ja, látni arról, hogy ki nem redizett, azért ez egy jó újítás. Igen, így rá lehet szólni, hogy redizzél már. Be is megyünk spectator módba. Igen, még mielőtt itt beszólnak nekünk, hogy én majd nem nyom, ők nem nyomják a rediz. Igen. És akkor 5-1-ről itt a fordulás, ennek a csapatok lépnek be. Freddy és Gritz indította ebben a körben is a támadást? Az első, igen. A második félidőben is az első kört ők indították.
Behalok vezeti maga előtt a labdát, miközben Matt próbálja meg megállítani őt, hogy gólhelyzetet tudjanak létrehozni, mivel az ellenfél kapuja előtt voltak. Hoppá, nyomkodok itt össze-vissza minden, csak azt mondom, amit kéne. Közben rám megirogatnak, most azért vagyok kicsit csendesebb. Rendben, nem probléma. Behalok, itt egy kisebb félreértés lehetett a két csapattárs között, ugye? Behalok és Reddy között, mert mind a ketten megindultak a labdára, ami elég szokatlan tőlük, és ez egy gól nagyon lesz a... Nagyon szép távoli lövés volt. Amano Gaming Matt játékosának a részéről. Meg, megnézzük, hogy lövés volt? Nem, ezt ráküldte. Ez ő így akarta, ugye nézzük Grit szemszögébe ezt az indítást, mert most ugye megint ők indítanak. Behalok blokkolta a támadást, nagyon szép repülés volt, ami sajnos nem sikeresen záródott, magyarul sikertelenül. Ez egy befelé pattanó labda, és nagyon szép játékot játszottunk. Pontosan? Lehet, hogy ezt a nyerességet nem kellett volna elkönyvelnem a Team Sombrero csapata. Én nem könyvelek el, mondom, én mióta 30 takarat kaptam, 5 gólt, én azóta nem könyvelek el semmit. Matt és Shreddy indított. És ez elég fura indítás volt, ugye nem egymásra szemben. Igen, az előbb is mind a ketten megindultak a labdára, amit ugye nem szoktunk olyan gyakran látni. Még egy gólt láthatok? Nem, Shreddy visszaér. Pont nem láttam a robbanástól semmit. Shreddy pont visszaért, hogy blokkolni tudja ezt a indulást. Váltsunk egy behalokra, mivel ő van legközelebb a labdához. Gritz feljátszott a falra, és igen, nyomás alatt áll. Nagyon nyomás alatt állnak a... Muszáj lenne a Sombrerónak egy góllal megtörni ezt a nyomást, mert most nagyon rákaptak a srácok a gólrakra. Ez egy befelé irányuló labda, ami nem zárul góllal, mert nagyon szépet védett Shreddy. Behalok próbálja meg elvinni a labdát, amit Gritz blokkol, ezáltal viszonylatokba belassítva a labdát. Két gól kéne még az Amano Gamingnek a döntetlenhez. Pontosan. Még van 3 percük erre, és ők indítanak újra. Igen. Elég, lehet, szerintem most a Team Sombrero úgy döntött, hogy ebben a fél időben felvesz egy inkább védekező pozíciót. Nem szeretnének nem annyira mindig támadni. Kifizetődő. Nem mindig kifizetődő a védekezés amúgy. Pontosan. Mert ugye minél többször lő kapura az ember, annál nagyobb az esély, és itt egy gól, ami megszabadítja őket egy kicsit. Felazítja a helyzetet, ugye? 6-3, ugye? Igen, gyönyörű volt. 6-3. Eri Alvit. Behalok vezeti a labdát. Amit utána ott kellett hagyni. Mert Gritz odaért, és elvitte. A kipattanó még jó lehet ám. Nagyon szép volt. Hát ezt is nagyon elrontotta a Gritz most ezt a visszapattanót. Látszik, hogy nagyon nyomásos rátokon próbálnak tényleg Gritz is és Matt is megpróbálnak mindent elkövetni a gólok érdekében. Ők is tudják, hogy szükségük van erre a windre. És ott van még egy gól. Szép volt ez a beadás. És ezáltal 6-4-re változik az állás. Még mindig van 2 perc. Én azt mondom, Preci, mit tippelsz? Szerintem itt még bármi lehet. Bármi, pontosan ahogy mondod. Sokkal összeszedettebben játszik az Amano Gaming, mint az első fél időben. És ott a következő gól, még egy gól és egyenlítenek. Hát ez szép volt. Ottan engedik megnézni. Sietnek, úgy vannak, hogy menjünk. Igen. Shred indítja a támadást a Team Sombrero oldaláról. Amit Gritz vesz uralma alá. Nagyon kinyíltak az amenósok, nincs hátul senki, mind a ketten ott vannak ellenből, még most majd lehet. Erre feltettek, hát most ugye Gritz visszaérkezik hátulra a robbanást követően, és nem, mert Matt az, aki blokkolja ezt a megindulást. Egy gól hiányzik az egyenlítéshez. Na, Rezi, mit mondasz? Nem tudom. Nagyon kétesélyes a dolog, mivel egy rossz pattanás, látod, erről beszéltem, és ott a gól, ami két gólra növeli az előnyét.
a Team Sombrero-nak. Pont ahogy ki akartam mondani, hogy egyszer rossz szuppattan a labda, és ott a gól, és meg is történt. 7-5 az állás. Még mindig van több mint már másfél perc, egy perc. Ezt a középpályán próbálja terelgetni a labdát előre. Az még jó lett, az még nagyon jó lett. Nem, behalok odaért. Nagyon jó volt, és Matt megint elment a labda mellett. Érdekes, hogy a játék a szévet nem is adott erre, pedig ez akkora védés volt. Hát ugye a játék úgy kezeli. Rossz pattanás a nyakamra szokott nőni. Hát... Hát igen. Egymás szavarják, az a baj, hogy nagyon-nagyon akarnak, én tisztán látom, hogy az amenósok nagyon szeretnének gólokat rúlni. Egymást is zavarják ezzel, lehet, hogy több kárt csinálnak vele, mint hasznot. És megint behalok, nagyon jót védett. Ugye előbb mondtad, hogy nem kapott rá szévet, amikor ugye elrepült a kapu előtt és úgy védte ki. Az azért történt, mert ugye maga Sutton gól se volt ugye, szóval cél kapura lövést se adta meg a játék. És ezáltal, hogyha nem kap több gólt a csapat, akkor egy 7-5-re zárulnak. Kár volt, még elnéztem volna még egy két pillanat a mérkőzést, megmondom őszintén. Mind a ketten szépen megköszönték, és akkor... Szintén. Megtörtént tőlem is. Nyomtad? Igen. Nyomtad, jó. Visszaváltunk a várakozási képernyőre. Ki lesz a következő csapat? A Mighty Muffin Rangers. Na, 20-30-kor mennyi az idő és amúgy ilyenkor? És a Team Pocak. Sokat nem is kell várni, úgyhogy akik nézték, nagyon nem menjetek messzire, mert jövünk mindjárt a Mighty Muffinnal. És írom, frissítem a leírást. Tettünk addig zenét, hogy mi fog történni addig? Nem tudom. Szerintem...